Bárki lesz az amerikai elnök, a háború még jó ideig velünk marad. A Kompország vendége Kaiser Ferenc. Kaiser Ferenc történész, történelemtanár, a biztonság és védelem politika szakértője. A haditengerészet a szenvedélye. Salgó Tarjánból született 1971-ben. 2001-től a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, akkor még a jogelőtt Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem oktatója, 2021 óta az Egyetem Nemzetközi Biztonsági Tanulmányok Tanszékének egyetemi docense. Kutatási területe a tengeri hadviselés elmélete és gyakorlata, a globális biztonsági kihívások, illetve a modern konfliktusok. Egy őt bemutató portréban az újságíró azt írta róla. Szaktudása, memóriája legendás. Az orosz-ukrán háború kapcsán gyakran hívják valamelyik sajtóorgánumba szakértőnek, mégis arra a legbüszkébb, hogy volt tanítványai, ha szembe találkoznak vele az utcán, nem mennek át a túloldalra, hanem örömmel üdvözlik. Üdvözlöm a nézőket! Ez a Kompország, a Magyar Hang közéleti portréműsora. Vendégünk Kaiser Ferenc történész, egyetemi docens, biztonság és védelempolitikai szakértő, akit nagy tisztelettel köszöntök a Magyar Hang stúdiójában. Szép napot mindenkinek! És csütörtökön beszélgetünk, az adás majd pénteken 8-kor a szokás szerint kerül fel a YouTube csatornánkra, akkor már minden szentek napja lesz, ugye a halottak napja előtt állunk, és hát a bizonyos értelemben mondhatnám, hogy a beszélgetésünk témája is azért elég szorosan kapcsolódik a halálhoz, hát nem is igazán szakrális értelemben, hanem a húsvér valóságában. Újságunk már megjelent, a címlapon Koltai Róbert vele készült a nagy interjú, és nyilván sok egyéb érdekességet is találnak majd benne. Biztatom önöket, hogy keressék az újságot, iratkozzanak fel a csatornánkra. És most egy kicsit én nyilván a beszélgetés fő témája az orosz-ukrán háború lesz, de egy kicsit máshonnan indítanám ezt a beszélgetést, mint úgy, ha hogy biztonság és védelempolitikai szakértőként hangsúlyozottan azt szeretném megkérdezni, hogy veszélyesebbé vált a világ azáltal, hogy most talán a elmúlt időszakhoz képest több politikus, vezető politikus elleni merényletkísérletről lehet hallani. Ugye itt volt Robert Fico, szlovák miniszterelnök elleni merényletkísérlet, és ugye Donald Trump ellen több próbálkozás is volt, és az egyik, azt azért nem feltétlenül nevezem pusztán merényletkísérletnek, mert ugyan a elnök jelöltet, volt elnököt, nem érte súlyos sérülés, de azért abban meghalt egy ember abban a pár hónappal ezelőtti támadásban. Tehát, hogy mondhatjuk azt, hogy az ilyen típusú támadások veszélye megnövekedett a világban, és számíthatunk hasonlókra a közeljövőben? Igen. Eleve a zsarnokölés, ami nem mindig jelent zsarnokot, nagyon sokszor demokratikus vezetőket is megtámadnak így, az egy majdhogy nem egyidős az emberi civilizációval, maga a kifejezés, és ugye, hogy zsarnok az ókori görög város államokból indul. Napjainkban viszont a modern tömegmédia, az internet, az egyéb platformok ezt valahogy népszerűsítik is. Tehát, ahogy azt hiszem John Lennon merénylője mondta, hogy ha híres akarsz lenni, öld meg a leghíresebbet. Tehát, hogy nagyon sokszor egyéni feltűnési vágy is megjelenik ebben, emberi frusztráció, esetleg terrorcsoport. A világ eleve sokkal veszélyesebb, vagy inkább azt mondanám, hogy sokkal veszélyesebb azért is, mert sokkal többet tudunk róla. Tehát régebben is borzasztó hely volt a világ egy csomó régióban. Európa is iszonyatos történelmi múlttal rendelkezünk, gondoljunk a két világháborúra, vagy a 30 éves háborúra. Csak az egyszerű emberek többsége, sőt, vezető politikusok sem tudták, mennyire veszélyes a világ. Ma az információs forradalom korában, amikor fénysebességgel közlekedik az információ a száloptikai kábelekben, valaki elkiabálja magát bármelyik európai fővárosban, hogy Allahu Akbar, és megkésel 3-4 embert, az mindenhol vezető hír 4-5 percen belül. Igen. A világ számos részén. Tehát inkább azt mondanám, hogy sokkal jobban tudatában vagyunk a veszélynek. Pláne akiket ez érdekel, mert az én ismeretségi körömben is van nagyon sok ember, akinek az az önvédelmi mechanizmus, hogy egyszerűen nem foglalkozik a világ híreivel.
de mi szakmánkban, mi akik napi szinten, akár kutatóként, akár egyetemi oktatóként, akár politikusként, akár tanácsadóként, akár újságíróként foglalkozik ezzel. Valóban olybá tűnik, hogy a világ egy veszélyesebb helyé vált, viszont a világ sajnos mindig is egy veszélyes hely volt. Én úgy gondolom egyébként például, hogy a kubai rakétaválság idején, hogy a 73-as Jom Kippuri háború idején, a vietnámi háború idején, ami ugye részben egybeesett a Jom Kippuri háborúval, sokkal veszélyesebb volt, hely volt a világ, mint most, csak kevésbé tudtuk, hogy mennyire veszélyes. És van azért itt egy magyar vonatkozás is, illetve hát szerencsére nem úgy konkrét eset kapcsán, hanem ugye a szerb miniszterelnök helyettes mondta nemrégiben azt, hogy nekik olyan információik vannak, hogy a magyar miniszterelnök Orbán Viktor ellen is terveznek valami fajta merényletet, és ugye az október 23-ai ünnep előtt volt egy olyan hír, hogy az amerikai szolgálatok jelzésére lecsaptak egy csoport. Erről most azóta úgy kevesebbet hallani, fiatalok szerveztek valami fegyveres akciót az ünnepre időzítve, hogy Magyarországot ez hogy érinti, vagy érinti egyáltalán, hogy ugye szokták hangsúlyozni, hogy Magyarország egy biztonságos ország, ugye ez a kormánynak egy ilyen szlogenje, ha úgy tetszik, de ilyen típusú fenyegetettség az megnövekedhetett az elmúlt időszakban? Vagy erről nincs igazán információ? Magyarország egyébként tényleg egy biztonságos ország, a világ legtöbb országához képest sokkal biztonságosabb. Európában sem rossz a magyar belbiztonság helyzete. Nagyon sok helyen éjszaka azért kevésbé biztonságosan volt. Tehát én úgy gondolom, hogy ez nem egyszerűen szlogen, ez gyakorlatilag tény, hogy Magyarország... Várjuk azt, hogy a legbiztonságosabb az nyilván az túlzás. Meg az eleve mindig relatív, mert attól is függ, hogy hol él az ember, de Európán belül sem rossz a magyar biztonsági helyzet. Viszont sajnos hülye mindenhol van. Gondoljunk bele, hogy volt itt arra is példa, még időben lekapcsolta az illetőt a TEK, hogy egy középosztálybeli családba született fiatal hirtelen kitalált, hogy az iszlám állam harcosa lesz. És ugye megint a modern tömegmédia hatása, lehet, hogy feltűnési viszketegség, volt itt eltervezett és megkísérelt vérengzés is, ugye szintén amerikai mintára. Tehát Magyarországon is van veszély, ugyanakkor úgy gondolom, hogy szignifikánsan kisebb, mint számos más. Ennek ezer és egy oka van például az, hogy Magyarországon borzasztóan szigorú, teszem hozzá, hála jó Istennek, a fegyvertartás szabályozása. Tehát például iskolai típusú vérengzést, ami az Egyesült Államokban majdhogy nem hetente van, de havonta legalább 2-3 sajnos előfordul. Magyarországon nagyon nehéz lenne elkövetni, de például a késes áramfutás vagy gázolásos merényletet potenciálisan Magyarországon is meg lehet kísérni, de hál' Istennek ennek itt igazán nincs kultúrája. Tehát mármint úgy értve, hogy nincs hagyomány ennek, viszont ezzel meg az a baj, hogy bármikor bekövetkezhet egy merénylet, ami akár hagyományteremtő is lehet. Tehát Magyarországon is fokozódott a kockázat, ugyanakkor összehasonlítva számos más országgal, és itt elsősorban európai országokról beszélek, jobb a helyzet, és akkor még nem beszéltünk arról, hogy mondjuk az afrikai kontinens egészéhez, vagy Latin-Amerikához képest, vagy Dél-Kelet-Ázsiához képest, meg ezerszer jobb a helyzet. Tehát az ottani államok egy jelentős része csak a térképen létezik. Valójában a legalapvetőbb állami feladatait sem tudja elvégezni. Ott teljesen természetesek a politikai alapú leszámolások, polgárháborús helyzet van. Tehát minden relatív, picit romlott Magyarországon is a biztonsági helyzet, mert az emberekben tudatosodott az, hogy ezt is meg lehet csinálni. Itt valóban a Fico elleni merénylet az mindenképpen, és amennyire tudjuk, ott alapvetően egy meg nem értett művész, aki volt minden szélső jobbostól szélső balosig, valószínűleg egyéni örületből fakadóan követte el. De hogy ezzel egy csomó mindenki rádöbbent, jó, hát én is bekerülhetek a hírekbe. Tehát én nem tudom, nyilván annyira közel van ez a magyar csoport, hogy ez most Brahiból a fiatalok, vagy tényleg, most az a baj, hogy Brahiból sem szabad ilyet. Tehát a szolgálatoknak mindenre reagálni kell, nem csak azért, mert kiemelt politikai vezetőket meg kell védeni, pont a Trump elleni merénylet világított rá, hogy egy politikus valóan megjelenik, ott mindig van tömeg.
és a politikuson van lövedékálló mellett, ha van, de mellette ott vannak a testőrök, akik védik. Az átlagembert, az pedig, ha véletlenül lővonalba keveredik, akkor semmi nem védi. Tehát itt mindig van, nem csak a politikust védik ilyenkor, hanem védik az ott lévő civileket is teljesen természetes módon. Kiszámíthatatlan, hogy egy-egy ilyen merélet milyennek milyen lesz a következménye. Nagyon sokszor egyébként a politikai célú merélet pont azért, mert a védett személy az védett, tehát rá vigyáznak. Kevésbé, nyilván ő sem sebezhetetlen, az amerikai elnökből is öltek meg többet, több sikeres elnök ellen végrehajtott merélet történt, nagyon régen történt, hál' Istennek az utolsó, ugye a Trump elleni meréletnél is, a legtöbb elemző azt mondta, ott, ha Trumppal történik valami, nem kizárt, hogy akár polgárháborúig eszkalálódott volna a helyzet. Tehát ezeknek mindig borzasztó következménye van. Igen. És akkor most már így az orosz-ukrán háború felé evezve, Zelenszkij például veszélyben van, ő nyilvánvalóan célpontja lehet mondjuk például az, hát leginkább Oroszországnak, tehát hogy itt nem csak úgy lehet kiiktatni, hogy katonai erővel legyőzik Ukrajnát, hanem más módszerekkel is. És ugye a háború elején azért elő szó esett, hogy amikor Kijevet támadták az oroszok, akkor ugye az volt a terv, az lehetett a terv, hogy valahogy likvidálni az ukrán vezetést Zelenszkijjel azért. Hát vagy akit lehet elfogni, így van. Elfogni. Tehát, hogy, és azért Zelenszkij, látjuk, hogy ő azért nyilván nagyon védik, de azért elég aktív, tehát ide-oda utazik a világban, nagyon sok helyen meg szokott jelenni, tehát nem egy helyben van. Hogy ő egyébként potenciálisan veszélyben van? Potenciálisan természetesen veszélyben van, bár én azt mondom, hogy most már kevésbé az orosz titkosszolgálatok vagy Oroszország részéről, mert az ő politikai hitelessége, az ő vezetői nimbusza megkopott a háborúban, nem meglepő módon. Tehát azért ez a borzalom lassan a harmadik évébe lép. Tehát most már azt hiszem a 34. hónapba lépünk mindjárt. Tehát, hogy iszonyat, ami 33. iszonyat, ami zajlik. Rengeteg ember halt meg. 10-15 millió közé becsülik, aki elmenekült Ukrajnából. Egy jelentős részük sosem fog visszatérni. Tehát az ukrán szélsőjobb részéről, bizonyos ukrán nacionalista körök részéről legalább annyira fenyegetett jelenleg Zelenszkij. Oroszország, ha most meggyilkolná, akkor egy vértanút csinálna belőle. Tehát Oroszországnak nem az a célja, hogy Zelenszkij hős legyen, hanem az a célja, hogy Zelenszkijt elhiteltelenítsék. Egy politikai merélet az most pont visszafelé működne. Ráadásul Oroszország, hát amúgy sem ragyogó nemzetközi megítélését, ez azért meg... Lehet, hogy van olyan körülmény, ami megérné mérlegelni, hogy meggyilkolják, de például Moszkva részéről abban is bele kell gondolni, hogy kiléphet a helyére. Igen. Tehát ki lesz az utód? Vele vajon meg lehet-e egyezni? Egyáltalán Oroszország meg akar egyezni? Nagyon sokan azt is vitatják, hogy Oroszország meg akar egyezni. Maga az orosz kommunikáció jelenleg úgy néz ki, hogy ők a kifárasztásra játszanak, abban bízva, hogy Ukrajna összeomlik, vagy a nyugati támadás elfogy. Ukrajna mögül, nyugati támogatás elfogy Ukrajna mögül, és akkor omlik össze, és akkor további területeket lehet szerezni. De lehet, pláne amikor külföldön van, nagyon komoly orosz barát politikai mozgalmak vannak szinte mindenhol Európában is, a harmadik világban is, ahol egyébként Oroszország kifejezetten sikeres, bár Zelenszkij meg arra mostanában nem jár. Tehát természetesen Zelenszkij kiemelt célpont, de ugyanez igaz Putyinra is, ugyanez igaz az amerikai elnökre is, ugyanez igaz a pápára is, a német kancellára is, a brit uralkodó családra, főleg a mindenkor uralkodóra, a minisztert, a nagy és fontos országok, vagy ismert országok, Netanyahura is nagyon vigyázni kell. Ugye Netanyahut is fenyegethetik a saját belső szélsőség, és arról nem is beszélve, hogy nyilván a Hamashoz, Hezbollahhoz, vagy Iránhoz köthető csoportok nagyon szívesen meggyilkolnák az izraeli miniszterelnököt, és vagy a családját. Tehát ez sajnos a politikai erőszaknak egy bevett eljárása, és ez visszanyúlik egyébként akár, nem megyünk vissza a zsarnökülésig, nem megyünk vissza Cézárig, de ha Julius Cézárig, de ha 19. századra gondolunk, ugye megjelennek az anarchisták élén Bakunyinnal,
És Bakunyin meg az anarchizmus egyik legfontosabb tétele az, hogy az állam elnyomja az embereket, és azokat kell megtámadni, akik megszemélyesítik az államot. Na most ez az ő idejében még elsősorban az uralkodó családokra és tagjaikra vonatkozott. Napjainkban viszont ez elsősorban a politikai és a katonai vezetőkre vonatkozik. Az iszlám állam is követett el ilyen támadásokat is, de ennél sokkal fontosabb megint a modern média hatást ki, jobban ki lehet hangsúlyozni, jobban lehet maximalizálni mondjuk úgy az üzenetnek, a politikai üzenetnek a terítését, ha inkább megölünk sok civilt. Tehát... És a Putyinnál maradnék még egy pillanatra, mert azt gondolom, hogy itt most Zelenszky és Putyin az érdekes a mi szempontunkból, hogy őről az terjedt el, és nyilván teljesen logikus is az ő pozíciójában, és az a politika, amit ő képvisel, az is erre predesztinálja, tehát, hogy ő nagyon óvatos. Ugye vannak azok a szimbolikus képek, hogy mondjuk még a saját emberével is úgy tárgyal, hogy van az a hosszú asztal, és hogy igazából meg se lehet közelíteni. És azért ő is jár azért külföldre viszonylag sokat, de nyilván ott ugye kiemelt védelemben. Hát relatíva kevesebbet. Most kevesebbet, de azért fel szokott tűnni mindenfajta csúcstalálkozókon. Ugye a Prigozsin pucs óta és ugye Prigozsin likvidálása óta ugye már nem nagyon van arról szó Oroszországban, hogy belülről bármifajta ilyesmi fenyegetni. Ezt nehéz megmondani. Ugye pont az orosz történelemben pont az a kiszámíthatatlansága. Nem én vagyok a legjobb oroszos, messze nem. Tehát ezt Bíró Zoltán vagy Rácz Andris sokkal jobban belát Oroszországba, már amennyire be lehet látni. Igen. Oroszországban, hogy mindig tele van kérdőjelekkel, de Oroszországon belül bármikor lehet egy elitváltás, vagy vezetőváltás. Ugye pont azért annyira szigorú Putyin védelme. Tehát Putyin a világ öt legjobban védett embere között van, mert sokkal inkább személyesíti meg személyében a rendszert, mint bármelyik amerikai elnök vagy német kancellár az országot. És itt nem csak egy emberről van szó, hiszen Putyin mögött egy hatalmi kör áll. Tehát a körnek is az az érdeke, hogy maradjon az elnök, amíg ez megvan, addig az ő hatalma megingathatatlan. De ha a bizalmasi köre elfogy, vagy kiüresedik, az a bizalom, amit iránta éreznek, akkor ő is leváltható, csak az Oroszországban mindig egy komoly belső tisztogatással jár. Tehát az Oroszországban nem nagyon van példa demokratikus átmenetre, mondjuk úgy ők kicsit máshogy demokratikusak, mint az az Európa, amihez Magyarország tartozik. És most már tényleg konkrétan a háborúról fogunk beszélni. Ugye talán a legfrissebb fejlemény az orosz-ukrán háborúban az az, hogy a hírek szerint, és ez úgy tűnik, hogy nagyjából azért most már több forrásból is megerősítették, hogy megjelentek észak-koreai katonák Oroszország oldalán Ukrajnában, most 10 000 észak-koreairól esett szó. Az ő megjelenésüknek milyen következményei lehetnek? Ez nyilvánvalóan egy eszkaláció. Nyilvánvalóan ez azt jelenti, hogy ha úgy tetszik, egy újabb hadviselő fél jelent meg a frontvonalon, és egyáltalán 10 000 feltételezem egy fanatikus katonának a megjelenés, hát Észak-Koreában gondolom, amely tudunk arról a rendszerről, nyilván keveset tudunk, de azt azért tudjuk, hogy rendkívül igyekeznek fanatizálni a lakosságot és nyilván a hadsereget is, hogy konkrétan mit tudnak ők segíteni Oroszországnak, tehát hogy ez lehet egy érdemi segítség az orosz hadicélok elérése érdekében? Ezt nehéz megmondani. Kérdés az, hogy ez a 10 000, 15 000, nem tudni. Ugye hivatalosan az oroszok és Észak-Korea is cáfol. Amit tudunk, az ugye dél-koreai, amerikai, meg nyugati hírszerzési forrásokon alapul. Eleve az orosz országi föderáción belül is vannak olyan etnikumok, olyan kisebbségek, amik erős ázsiai jelleget mutatnak, ugye ahhoz a raszhoz tartoznak. Szokták mondani, hogy majd sok lesz a búrját az orosz haderőben, tehát a búrjátokra, a mandzsukra szokták azt mondani, hogy tehát ugyanaz az ázsiai jelleg jellemzi őket is. 10 000 ember ebben a borzasztó húsdarálóban, ami az orosz-ukrán háború, nem számít soknak. Ugye Oroszországban nemrég jelentette be Putyin elnök, hogy 1,5 millió főre növeli a fegyveres erők létszámát. 900 000 fő körül lehetett az orosz haderő aktív állománya, ugye erős becslésekről beszélünk, mert nem látunk rá pontos adatokra.
22. februárjában. Tavaly év végére ez már 1,2 millió főre emelkedett. Ukrajna az általános mozgósítással nem egészen 200 ezer főről, most olyan 700-800 ezer fő közötti ember tart hadrendben. Ugyanakkor Észak-Korea 26 milliós népességből tart fegyverben valahol 1,2-1,3 millió katonát, tehát az észak-koreai haderő irgalmatlan nagy. Ennek a jelentős része sorállomány, a fiúk, férfiak 5 évet szolgálnak, sőt, különleges alakulatoknál 7-et sorkatonaként, tehát döbbenetes adatok, de a nőknek is, a nők jelentős része is 3 évet sorkatonaként szolgál, ugye csak így lehet ezt az elképesztő embertömeget kiállítani. Amit tudunk, elsősorban dél-koreai meg amerikai és kisebb részben japán hírszerzési adatok alapján, meg hát most már az ukránok is rájuk látnak, mert nagyon sok adat szerint Kurszk régióban már, ugye, ahova betörtek az orosz csapatok, orosz területen már vannak, legalább 3-4 ezer főre becsült koreai erők. Észak-Korea elsősorban különleges műveleti katonákat küld, köznapi nevükön kommandósokat. Ők valószínűleg még jobban fanatizáltak, és sokkal jobban kiképzettek, mint az átlag koreai katonák, észak-koreai katonák. És mert van egy nagyon nagy embertartaléke mögött, az is lehet, hogy ez a 10-15 ezer fő, ez folyamatosan ennyi lesz. Tehát független attól, hogy mennyit veszítenek ezek az egységek, mint a Perzsa Birodalomban a halhatatlanokat, mindig feltöltik őket erre az állományra. Nagyjából egyébként ez az ukránok ennek az erőnek a másfélszeresével, maximum kétszeresével törtek be Kurszkba. Tehát nem egy horribilis erő, az orosz haderő összlétszámához képest még egyszer nem tudom, sikerül elérni a másfél millió főt, de 1,3 millió fős jelenleg az állomány. Ez a 11 ezer nem tűnik soknak, vagy 15 ezer, vagy 10 ezer, ugye csak besülésekről beszélünk. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy ha levonom a logisztikai erőket, az úgynevezett kozmikus erőket, légierő, világűr csapatok, a hadászati erőket, a haditengerészetet, a vasútépítő csapatokat, akkor ebből az 1,3 millió főből legalább egy 600 ezer fő lekerül. Még mindig 700 ezer emberről beszélünk, de azok nem mind különleges képességű katonák. Tehát ez a 11 néhány ezerre becsült észak-koreai katona, ez egy nagyon komoly erősítés lehet az orosz erők számára, ha tényleg igaz az, hogy elsősorban a különleges erőket küldte oda Észak-Korea, és egyben rávilágít arra is, hogy az orosz haderő is humán erőforrás problémákkal küzd. Másokból, mint az ukránok. Ugye Ukrajnában általános mozgósítás van, most már azért tényleg lasszóval, kötéllel fogják a férfiakat. Az is látható, hogy az ukrán haderőben van egyfajta elfásulás. Tehát 2-2,5 éve az átlag katona ki van a fronton. Tehát 3-4 havonta egy hetes eltáv, ami semmire nem elég. Tehát ezt a generációt megtörte a háború. Ugyanúgy, ahogy az első világháború és meg a második világháború is Európa szerte egy generációt tört meg. Az oroszoknál más a történet, ugye ott nagyon óckodik az orosz vezetés attól, hogy mozgósítson. Ezért nevezik még mindig különleges katonai műveletnek a háborút. Van egy alkú, főleg az orosz lakossága, hogy mennek a börtönökből, mennek a kisebbségek. Minden birodalom így háborúzik egyébként Róma óta, hogy az első hullámban golyófogóként a kisebbségek mennek. Például az ukránok voltak a legnagyobb kisebbsége az orosz birodalomnak, Szovjetuniónak. Az ukrán feltöltési alakulatok, az ukrán egységek veszteségrátája jóval magasabb volt, mint az oroszoké, mert értük annyira nem fájt az orosz hadvezetés szíve. Független attól, hogy a Szovjetunió más ideológiai mázról beszélünk, az is egy nagy orosz birodalom volt. Tehát Oroszországban más a helyzet, ott inkább attól fél a vezetés, tényleg, ha elrendel egy általános mozgósítás, annak hosszú távon is nagyon komoly következménye lesznek. 22. szeptemberében, amikor
Ugye nagyjából, hogy megindul a háború, Oroszország egy kb. 200 000 katonával tör be Ukrajnába, ez zömmel szárazföldi haderő nem. Ukrajnának tokkal vonulva van 200 000 katonája, ennek egy közel a fele légierő, haditengerészet, logisztika. Tehát. Viszont az ukránok majdnem 500 000 főt mozgósítanak. És így Harkivnál 22. szeptemberében 10-szeres erőfölényben tudnak támadni. Annyi időbe telik, hogy a mozgósított tartalékosokat kiképezzék annyira, hogy lehessen őket a háborúba használni. Ugye ekkor elrendel Putyin elnök egy részleges mozgósítást, hivatalosan 250-300 000-es volt, más adatok szerint volt az 400 000 is, ami az etnikai területeken, Kaukázusban, Közép-Ázsiában, Távol-Keleten majdnem mindenkit elvittek. De az orosz területeken is komoly pánik robbant ki. Aki visszaemlékszik rá, hatalmas sorokban álltak. Igen, a finn határon, a kazah határon, ugye a grúzok, georgiaiak raktak ki olyan képeket, hogy 2008-ban harckocsi oszlopokkal jöttek az oroszok, 2022-ben pedig személygépkocsi oszlopok álltak ugyanazokon az utakon. És itt nem az a nagyjából, megint csak becslésekre hagyatkozhatunk, 600 000-1 millió ember fájt számszerűen, hanem az, hogy mérnökök, orvosok, tanárok, informatikusok, speciális képzettségű szakmunkások mentek el. Tehát az orosz társadalom egy része sem akar meghalni ezért a háborúért, és az is teljesen természetes, hogy az ukrán lakosság sem akar feltétlenül meghalni. Akár Ukrajnáért sem. Szép dolog a nemzeti érzet, de hát az embernek egy élete van, egy családja van, tehát azért ott is látható az, hogy nagyon... Például nemrég olvastam, hogy az ukrán férfiak többsége távmunkába dolgozik, a feleség jár ügyet intézni, a feleség csinál minden, attól fél mindenki kimegy az utcára, már nem megy haza. Tehát ezek borzasztó dolgok. És ebben a helyzetben, amikor mind Ukrajna, ami gyakorlatilag lassan kezdi felélni a humán erőforrását, mind Oroszország, ami ugyan jóval több katonát veszít, óvatos becslések szerint 2-szer annyit, mint Ukrajna, de hát 41 milliós volt a konfliktus kezdetén Ukrajna, 142 milliós Oroszország, ezek csak becsült adatok, de nagyjából 3-szor annyi humán erőforrásra hagyatkozhat Oroszország, tehát akkor lennének paritásban a felek, ha 3-szor annyi orosz katona halna meg, mint ukrán. Ez valószínűleg kettő sincs teljesen. Tehát borzasztó dolognak hangzik, hogy Oroszország, de Oroszországnak az belefér, hogy 2-szer több halottat veszít, mint Ukrajna, mert hosszú távon akkor ő fog nyerni, mert neki nagyobb a humán erőforrás tartalék. Ez kicsit olyan, mint az első világháború. Az Antant úgy volt vele, hogy a német katonák, meg az osztrák-magyar csapatok előbb-utóbb elfogynak. Nekünk sokkal több emberünk van. Igen. Nemrég mutatta be Zelenszky, győzelmi tervnek, béketervnek nevezték, ami nem tudom, hogy önnek mi a véleménye erről, és hogy ez hozhat-e bármifajta fordulatot a háborúban, illetve hogy ez mennyire volt egy valós terv, vagy inkább egy ilyen kommunikációs akció. És azért van ennek egy pontja, illetve nem tudom, hogy ez ebbe a tervben szerepelte, de ugye felvetődött, ugye erről a magyar miniszterelnök is beszélt, hogy itt arról is, arra is tettek utalást, hogy esetleg Ukrajna azon gondolkodik, hogy atomfegyvert fejleszt. Ez nem volt része ennek. Ez nem volt része, de hogy ennek külügyén felvetődött ez a kérdés. Van, ez még korábban reális? Volt. Igen. Igazából egyik sem annyira reális. Ez az győzelmi terv, ez nagyon sokszor elhangzott, nincs mögötte. Nyilván Zelenszky rész az egy kommunikációs történet, nevezzük média hacknek. Zelenszky teszi a dolgát, még több pénzt, még több fegyvert, még több támogatást igyekszik kisajtolni a nyugati világból. Neki ezt kell tennie. Ukrán elnökként neki az a dolga, hogy Ukrajna önvédelmi harcát valahogy egyben tartsa, megszerezze a hozzá szükséges forrásokat. Nem én mondom, hanem a nyugati világ számos vezetője, beleértve egyébként meghatározó amerikai politikusokat is, hogy ez nem vehető komolyan az a győzelmi terv. Több szempontból sem. Nyilván Ukrajna győzelmi az olyan mennyiségű, nagyobb hatótávolságú rakétafegyverzet, meg robotrepülőgép, stb. Szükséges, ami a nyugati világban lehet összesen nincs. Márpedig ennek a döntő többségét a nyugat nem fogja átadni, hiszen
ezekre saját magának is szüksége van, ráadásul darabonként több millió dollárba kerülő új fegyverrendszerekről van szó. Plusz a nyugat olyan szinten, ez megint egy gonosz dolog, a nyugat olyan szinten nem is feltétlenül akarja támogatni Ukrajnát, hogy Ukrajna nagyon nyerjen, mert akkor esetleg Putyin rátenyeren a piros gombra. Amit az oroszok folyamatosan nyomatékosítanak, és ugye nemrég volt egy szép nagy átfogó nukleáris hadgyakorlatuk, amikor többféle fegyverrendszert is indítottak, köztük interkontinentális ballisztikus rakétát is, demonstrálva azt, hogy a nyugati világ egészét el tudják érni. Tehát, ami nyilvánvalóan az öngyilkosság. Persze, mert a nyugat meg majd visszalő, de hát, és itt, viszont itt tényleg az van, hogy például nehogy Isten Trump nyer, és akkor elindul-e a kirántja előfélre a kormányt történet Putyin meg Trump között, akkor az is benne van a forgatókönyvben, egyikük se rántja el a kormányt, és abból egy nagyon durva konfliktus kerekedhet. Nyilván az orosz nukleáris fenyegetés mögött az van, hogy tessék engem békén hagyni, hagy hódítsa meg Ukrajnát. Ami azért egy nagyon drasztikus változás, mert a hidegháborúban, meg azután is a nukleáris fegyver az egy önvédelmi történet volt. Ha megtámadtok, olyan helyzetbe hoztok, hogy nem tudok védekezni, akkor ez az utolsó eszközöm, ezzel megsemmisítelek téged. Amit most Oroszország csinál, az korábban senki nem tudja, meg a Szovjetunió sem csinálta például Afganisztánban, hogy a nukleáris fenyegetést egy hódító háború megtámogatására használják. Ahogy az amerikaiak sem csinálták ezt Vietnamban. Nem. Hát ott gyakorlatilag ugyanaz volt, csak még nagyobb mértékben, mint ami most van Ukrajnában, hogy a vietnámi légvédelem vezénylő nyelve az orosz volt, a vadászpilóták zöme orosz volt, a légvédelmi rakétások döntő többsége orosz volt, Hanoinak erősebb légvédelme volt 72-73-ban, mint Moszkvának. Tehát a Szovjetunió kőkeményen belállt a Vietnám támogatásába. Ugyanez volt a koreai háborúban, fordítva ugyanez volt, csak messze kisebb szinten Afganisztánban, ott azért az USA nagyon komolyan támogatta a különféle mudzsehedin mozgalmakat, kinevelve egyébként Bin Ladent is. Tehát, hogy ez egy kicsit, és azért nem jó, mert én ugye azon generáció tagja vagyok, akik 90-91-ben őszintén hitték, hogy itt vége van a hidegháborúnak, és egy szebb jobb idő világ jön. Na most kiderült, hogy ez a világ se nem szebb, se nem jobb nem lett, viszont sokkal kiszámíthatatlanabb, mint a bipoláris világ. Hogy ez a nukleáris elrettentés, mint olyan, ez 91 után egy jó darabig nem játszott szerepet. Ugye ezt Oroszország hozza vissza azért, mert hagyományos katonai erejét, gazdasági erejét tekintve nem összevethető a nyugattal. Viszont ugye a nukleáris fegyverével meg tudja semmisíteni a nyugatot, és ezt neki folyamatosan hangoztatni kell. Hogy ez a gyengeségére abban az értelemben, abszolút, hogy azt érzi, hogy igen, hogy hagyományos erővel, hogy egyelőre azért még Ukrajnában sem sikerült a katonai céljait elérni, mert legalább ha elérte volna, akkor nyilván nyitottabb lenne valami fajta. Az ukrajnai háború egyébként egy elég érdekes dolog volt. Én magam is meglepődtem azon, hogy ahhoz képest, amit én is feltételeztem az orosz haderőről, ez az orosz haderő mennyire alul teljesít. Aminek legvalószínűbb magyarázata az a mérhetetlen korrupció, ami az orosz védelmi tárcát átlánk. Te nem véletlen, hogy Sojgu minisztert, aki azért 11 éven keresztül miniszter volt, leváltják. Ő mondjuk vele egyéb nem történt, mert vadász cimborája Putyinnak, tehát nagyon jó köztük a kapcsolat. Jelenleg egy közgazdász vezeti az orosz védelmi tárcát, és Sojgu összes helyettese börtönben ül. Tehát elképesztő méretű korrupció és szervezettségbeli problémák voltak. Most viszont szemmel láthatóan javult az orosz haderő minősége. Ez komolyan aggasztja a NATO-t is, mert sajnos a háború a legjobb gyakorló tér, az alkalmas tiszteket kineveli, az alkalmatlanokat pedig megrostálja. Tehát az orosz haderő képzettsége, harceljárásai, vezetési rendszere jelenleg most már számos helyen utolérte, esetenként meg is haladta a NATO-t, mert hát ilyen szintű háborúba, teszem hozzá, hála jó Istennek, a NATO-nak nem kellett részt vennie, és reméljük nem is fog
soha ilyen háborúban részt venni a NATO, mert jelenleg ez egyetlen egy állammal alakulhat ki, az Oroszországi Föderációval. Igen. Említette már ugye Donald Trump esetleges elnökségét, és ugye pár nap van az amerikai elnökválasztásig, tehát ez hamarosan kiderül, hogy visszatér-e, vagy Kamala Harris lesz a demokraták színeiben az Egyesült Államok következő elnöke. És a szavaiból arra következtettem, hogy korán sem biztos abban, hogy a Trump elnöksége azokat a vágyakat beteljesíti, amit sokan fűznek az ő elnöksége, ez akár Magyarországon is, vagy a politika legfelsőbb köreiben, hogy nyilván ez is egy kicsit azért túlzás persze, hogy ha elnök lesz, akkor egy nap alatt elhozza a békét. Ezt ő maga is gyakran hangoztatja a kampányban, de hát politikus kampányban bármit mondhat. Igen, és hogy sokan arra számítanak, hogy ez egyértelműen ugye Ukrajnának rossz lenne, ha Trump lenne az elnök, mert akkor megkérdőjeleződik az a támogatás is megkérdőjeleződik, amit eddig Amerika, illetve a Nyugat Ukrajnának nyújtotta ez a háborúhoz. Tudom, hogy Trumpra azt szokták mondani, hogy roppant kiszámíthatatlan, de mégis ez melyik szenárió a valószínűbb, hogy megvonja a támogatást, vagy csökken ez a támogatás, vagy az, hogy ahogy mondta, hogy majd meglátjuk, hogy ki az, aki elrántja előbb a kormányt, tehát egyfajta konfrontatív politikát folytat Putyinnal szemben. Hát ez mind benne van az opciók között. Elég sokat olvastam az utóbbi időben demokrata elemzőktől, republikánus elemzőktől, európai elemzőktől, oroszok hogy látják a kérdést, kínaiak, tehát Trump egy nagy kérdőjel, egyébként Harris is az, tehát ha ő nyeri az amerikai elnök választás, és itt egy nagy ha van, mert jelen pillanatban olybá tűnik, hogy Trumpnak minimálisan nagyobb esélye van győzni, akkor is biztosan változni fog az Egyesült Államok hozzáállása. Trumpnál biztos változni fog, mind a demokratáknál, mind a republikánusoknál, meg kell nézni az általuk kiadott stratégiai dokumentumokat. Trumpnak Kína, Obamának, főleg a második elnökségétől kezdve Kína, Bidennek is Kína, úgy, hogy az aktuális nemzeti biztonsági stratégia, nemzeti katonai stratégia, nemzeti védelmi stratégia, tehát azok a legfontosabb dokumentumok, amiben az Egyesült Államok a nyilvánosság számára megfogalmazza, bár a katonai meg a védelmi stratégiának csak egy rövidített kivonata az, ami sajtó nyilvános, hogy mik a fő célkitűzések, kik a fő ellenfeleink, Kína sokkal többet szerepel. Holott már zajlik az orosz-ukrán háború. Tehát ezeket a dokumentumokat 22 őszén adják ki gyors egymás utánba. Decemberben az utolsót. Tehát Trump, ha nyer, az biztos, hogy ő az amerikai stratégiai erőforrások, katonai alakulatok, repülőgép-hordozó harccsoportok, pénzügyi támogatást, az Kína feltartóztatására, Kína visszaszorítására akarja felhasználni. Valószínűleg Harrisnél is az a fő szempont. Nem Oroszország az amerikai világrendnek a kihívója, hanem Kína. Ugye Kína 10-szer népesebb, mint Oroszország, 1.410.000.000 emberről beszélünk. A vásárló paritáson számított GDP-je 32.000.000.000, szemben az amerikai 25.000.000.000-ra, és szemben az orosz 5.000.000.000-dal. Tehát Kína a fő kihívó, az amerikai erőfeszítések, az amerikai nagy stratégiának jelenleg Kína az első számú ellenfele. Oroszország egy zavaró tényező. Tehát nem kizárható, hogy Trump akár meg is egyezik Oroszországgal Kína kárára. Ez nem biztos, hogy az oroszok akarata ellenére van, mert ebben a háborúban Kína nagyon komoly támogatást nyújt. Tehát kínai támogatás nélkül Moszkva se tudna háborúzni, de ennek ára van. De ez gazdasági támogatás. Ez gazdasági, nyilván. Ez elsősorban gazdasági. Szoktuk volt mondani, hogy Kína fegyvert nem szállít, csak speciális edzett acélt, amiből lőszer lesz, drónokat, amiket fel lehet fegyverezni, drónzavaró eszközöket, kevlárt a lövedékálló mellényekbe, tehát Kína stratégiai nyersanyagokat szállít, amit vagy esetleg szétszerelve dolgokat, ami Oroszországban raknak össze fegyvernek. Nagyon gyakran egyébként kínai munkások, tehát már átmegy a határon, az már ugye orosz gyár papíron.
Tehát Kína azért nagyon komoly támogatója Moszkvának, de ennek ára van. A legnagyobb ára az, hogy Közép-Ázsiában, Kazasztán, Üzbegisztán, Türkmenisztán, Kirgizisztán, Kína szépen lassan szorítja ki az oroszokat, gazdaságilag mindenképpen. Tehát hosszú távon Oroszország olyan szinten alárendelődne Kínának, ami messze nem érdeke az orosz vezetésnek, tehát nem kizárt egy alkú, de tudni kell azt is, hogy Trump alapvetően egy borzasztó egyszerű gondolkodású üzletember, a nagy stratégiáról van szó. Én adok valamit, te adsz valamit. Tehát ő csak úgy nem fog átengedni semmit Oroszországnak. Valamit kérni fog cserébe. Tehát az első elnökség alapján diplomáciai gesztusokat ő nem nagyon tett. Tehát ez a... Te is adsz valamit, én is adok valamit. Tehát ez egyébként üzletileg egy nagyon sikeres modell, nagy politikában államok között nem biztos, hogy működik. De az jól látható, hogy nem csak Trump esetében, hanem az amerikai republikánus pártban is folyamatosan nő az ellenérzés az Ukrajnának szóló támogatások iránt. Hozzátéve egyébként, hogy ez az amerikai költségvetésen belül, vagy akár a Pentagon költségvetésén belül is apró pénz. Tehát év végéig az amerikaiak egy tokkavonóval 170 milliárd dollár fognak Ukrajnának adni, de ennek a döntő többségét átteszik az egyik zsebükből a másikba, mert a fegyverek döntő többségének az árát az amerikai védelmi ipari komplexum kapja meg, nem Ukrajna. És ugyanebben a majd három évben csak az amerikai védelmi költségvetés egy 2500 milliárd dollár le. Tehát, hogy az összamerikai költségvetésben, meg az összamerikai GDP-ben ez az összeg szinte nem is látszik. De nyilvánvaló, hogy különösen a választási kampányban az nagyon komoly politikai viták tárgya. És az egy nagyon nagy kérdés, hogyha Amerika kihátrál Ukrajna mögül, Európa egyedül felvállalja Ukrajna támogatását. Most még összhang van, hogy igen, de hát a puding próbálja az evés. Én nem vagyok benne biztos, hogyha Trump magára hagyja Ukrajnát, abban sem vagyok biztos, hogy ez megtörténik egyébként, akkor az európai támogatás nagyon sokáig meg fog maradni. Európának egyébként szerintem elemi érdeke lenne nem hagyni, hogy Putyin meghódítsa Ukrajnát, de azért jól látható módon Európának ezer más problémája van. Kezdve a migrációval, ami jól látható módon mindenhol felhozta a szélsőjobbot, a spanyol Voxot, az AfD-t, a Szabadságpártot, Marine Le Penéket, tehát, és ezek a mozgalmak nagyon gyakran orosz kötődéssel rendelkeznek ezek a politikai pártok, tehát Moszkva nagyon ügyesen hekkeli Európát, sokkal ügyesebben avatkozik be Oroszország az európai belpolitikába, mert rendes autoritár rezsimként Oroszországba külföldről lehetetlen beavatkozni. Igen, de akkor ugye az Eszbíró Zoltán volt itt nemrég egyébként a vendég ebben a műsorban, és ő azt mondta, hogy ő is azt hangsúlyozta, hogy az, hogy a nyugat hatásos, hatékony támogatást nyújtson Ukrajnának, valójában a saját gazdasági teljesítményéhez képest nem kellene olyan sokat áldozni. Tehát itt igazából a politikai akarat hiányzik ahhoz, hogy megkapja a megfelelő támogatást Ukrajna. De ugye, ha ezt nem kapja meg Ukrajna, akkor kimondhatjuk, hogy ebben a háborúban nincs esélye arra, hogy a céljait elérje. És ha ez így van, akkor a nyugat számára ezek szerint nem akkora veszély az, hogy Putyin győzedelmeskedik, és nem tudom én, hogy most akkor Ukrajnából mekkora területet szakít le, most a felét, még többet, vagy akár az egész országot bizonyos értelemben meghódítja, hiszen akkor arra is gondolhatnak, hogy vérszemet kap, és további terjeszkedése. Ez a nagy kérdés egyébként. Tehát mindig el szoktam mondani, hogy ami most Ukrajna kapcsán zajlik, az Kínának is szól. Tehát ha a nyugat engedi Putyinnak Ukrajnát, akkor Kína azonnal minimum Tajvant a befolyása alá vonja, akár egy nagyméretű kombinált hadművelet, tehát egy levegőből és tengeren keresztül indított invázió formájában, plusz ugye ott van a vitatott dél-kínai tenger kérdése, ahol a Fülöp-szigetekkel, Vietnámmal, Indonéziával, gyakorlatilag mindenkivel próbál. Aztán ott van Japán, meg a Senkoku-szigetek. Tehát, és akkor még van egy csomó olyan autoriter rezsim, beleértve egyébként Iránt is, akinek vannak területi ilyen-olyan alapú igényei a szomszédaival szemben. Tehát ha egyet hagyunk,
és azt látják az autoriter államok, amik azért így vagy úgy felsorakoztak Oroszország mögött. Ugye Irán meg Észak-Korea a legnagyobb szállító, fegyverszállítók, Belarus is értelemszerűen támogatja. Most gyakorlatilag azért bizonyított ténynek vehetjük, hogy észak-koreai csapatok is minimum kiképzésen részt vesznek Oroszországban. Még a bevetésükre nincs bizonyíték, de szerintem amennyire látszik, megint csak elsősorban nyugati források alapján erre napokon, de minimum heteken belül sor kerülhet. Az látszik, hogy itt, ha teremtünk egy precedenst, akkor nem lehet tudni, mi lesz a következő. Az jól látható, és ebből a szempontból abszolút igaza van a miniszterelnök úrnak is, hogy a jelenlegi nemzetközi rendszer minden eresztékében recseg. Ennek részben az is az oka, hogy ezt a rendszert, ezt a második világháború után 1945-ben rakták össze az akkori nagyhatalmi helyzetnek megfelelően, és van egy csomó olyan ország, ami gazdasági súlyához, népességéhez képest ebben abszolút alulreprezentált. Gondoljunk bele, hogy most már Kínánál népesebb 1 milliárd 420 millió lakosú India, aminek egyébként a vásárlói paritásra számított GDP az majdnem akkora, mint a brit, a francia meg a német együtt. India nem tagja az ENSZ-nek, de a 200 milliós és GDP-t tekintve szintén a briteknél meg a franciáknál jóval komolyabb, legalábbis ha a biztonsági tanács. Brazília sem tagja az ENSZ biztonsági tanácsának, tehát nem véletlen a BRICS csoport, tehát ezt nem is Putyin kezdi. Tehát ezt már Boris Jelcin elnöksége alatt, hát igazából nem is ő, hanem Kozirjev, meg Primakov, tehát a miniszterelnök, a külügyminiszter az, aki ezt elkezdik. Tehát Oroszország nagyon ügyesen látta azt meg, hogy ez a nyugat által dominált rendszer, és amikor az úgynevezett globális nyugatról beszélek, ahhoz hozzá lehet venni Japán, Dél-Koreát, Ausztráliát, Új-Zélandot is, ez körülbelül a világ lakosságának 20%-a tartozik ide, a nyugathoz kötődő, meg magához, a nyugati világhoz, és ennek a rendszernek hozzá kell tenni Oroszország, de különösen Kína nem vesztese, tehát Kína az abszolút nyertese, de Kína és Oroszország is messze többet akar ennél. És akkor ott van nagyjából a világ lakosságának körülbelül 40%-a, élen egyébként Indiával, de vehetem ide Iránt, Egyiptomot, Nigériát, Indonéziát, a leggyorsabban népesedő részét a világnak, akik ennek a vesztesei. Tehát a nyugat nem meglepő módon igyekszik megtartani a befolyását, és abszolút nem elítélendő módon egyébként Kína igyekszik növelni, meg Oroszország is. Csak amíg ez Kínához van, Kínának van ideje, pénze, meg türelme, addig Oroszország, ahol, ami öregszik és fogy, és a gazdaság, relatív gazdasági súlya is csökken, Oroszországnak sietni kell. Tehát az orosz, tulajdonképpen ha pusztán csak orosz szempontokat nézünk, az oroszoknak is igazuk van. A saját birodalmi nézőpontjukból. Ukrajnának, az ukrán népnek nincs joga önálló döntéseket hozni, majd mi megmondjuk, hogy mi a jó nekik. Ugye ez több száz évig így volt. Igen. Egyébként meg lehet fogalmazni azt, hogy Ukrajnának is, Ukrajna talán az egyszerűbb képlet, hanem Oroszországnak, Putyinnak. Mi a katonai politikai célja ezzel a háborúval? Ez azért is érdemes tisztázni, mert hogyha a felek ezt egyáltalán magukban tisztázzák, ugye az lenne a nulladik lépés ahhoz, hogy egyáltalán valamifajta tárgyalás, fegyverszünet, béketárgyalás elkezdődjön, hiszen szemben láthatóan egyelőre egyik fél sem érzi magát abban a helyzetben, hogy elégedett legyen, azt mondaná, hogy akkor már elérte a célját, mert akkor nyilván más hangot ütne meg. Hát Oroszországnak szerintem az abszolút minimum cél az az, hogy amit eddig elfoglalt, az legyen az övé. Tehát Ukrajna bontjon le a területe 18%-ára, sőt most már inkább 19%-áról, és ami legalább olyan fontos, hogy egy orosz barát vezetése legyen a maradék Ukrajnának. Ennél egy picit előrébb mutatóbb, és valószínűleg szerintem ez az optimális orosz cél az, hogy az egész fekete-tengeri partvidéket Odesszával, Nyikolyaivel,
és akkor valószínűleg Moldvával, de minimum Transnisztriával együtt Oroszország magához tudja csatolni. Tehát akkor a tengeri kiáratot elzárja. Így van, Ukrajnát elvágja. Gyakorlatilag a legértékesebb területeket, tehát ami gazdaságilag bányászott termőföldek értékes részeit, azt leválaszt. Tehát ilyen értelemben ez, ha úgy is veszük, egy ilyen rablóháborúnak is lehet nevezni ezt. Hát Oroszország ezt önvédelmi háborúnak szokta nevezni, így van. Hát nyugati nézőpontból valóban az egy rabló, de minimum egy hódító háború. Hozzá kell tenni, hogyha jobban belegondolunk, a 20. század első feléig Nyugat-Európa országa is ezt csinál. Gondoljunk a gyarmatbirodalmakra. Gondoljunk Németországnak két törekvésére, hogy Európa legnagyobb részét saját ellenőrzett. Tehát mindenki ezt csinálta, csak a nyugati világ ezt most már sokkal inkább pénzen meg kultúrával csinálja. Tehát az úgynevezett puha erővel, puha érdekével. Hát mi azért 45 után ugye elszoktunk ettől is. Meg itt Európában, mert az, hogy Jugoszláviában polgárháború volt, borzasztó dolog, de nagyhatalmak abba direkt módon nem vettek részt. Tényleg maximum béke kikényszerítő erőként. De az, hogy egy nagy hatalom, mert szokták mondani, hogy mert az USA mit csinált Irakban, meg Afganisztánban. Az se volt szép, nagyon sokan vitatják annak is a legitimitását, de hát Afganisztánnak 2001-ben elismert kormánya sem volt, tehát polgárháború volt. Saddam Hussein vegyi fegyvert vetett be a saját nép ellen. Ettől függetlenül az amerikai beavatkozást magán az USA-n belül sokan kritizálták, és ami nagyon fontos, fel sem vetődött, hogy az Egyesült Államokhoz ez a két állam önként csatlakozni fog. Nem vetődött fel, hogy ott amerikai gyarmat lesz. Tehát, hogy Oroszország részéről ez valóban egy hódító háború. Az, amit Putyin szokott mondani, hogy nácitlanítsuk Ukrajnát. Ez kicsit azt hitelteni, hogy maga Zelenszky ugye félig zsidó, félig orosz. Meg pláne az, hogy ugye a Oroszországnak az egyik eleme, az orosz haderőnek az egyik támogató eleme a Wagner csoport volt, a Prigozsin féle puccsig. Annak a katonai vezetője Utkin, aki rágooglizik, tele volt a fickó teste SS rúnákkal, meg horogkereszttel, ami egy orosz esetében egy legalábbis érdekes dolog. Tehát nem, itt valóban Oroszországnak az a célja, hogy Ukrajna soha ne legyen NATO tag, meg EU tag, Ukrajnát egy orosz hű, hát lehetőleg báb politikus vezesse, mondjuk egy Lukasenka 2.0, a nyugat engedje el Ukrajnát, vonuljanak ki a nyugati cégek Ukrajnából, most Oroszországnak egyébként önállóan egy kopéke nem lesz, nemhogy rubelje arra, hogy újjáépítse Ukrajnát, tehát ezt nyugati pénz nélkül valószínűleg nem lehet megoldani, de Oroszországnak ez belefér. Tehát ha Ukrajna elnéptelenik, az ukrán lakosság elmenekül, neki az is jó, csak ne legyen a nyugaté. Oroszok mindig egy védelmi pufferben gondolkodnak. A modernkori orosz történetben, és ez valahol megint érthető, onnantól kezdve, hogy harmadik Iván leszámol a tatárokkal, a déli, délkeleti fenyegetéssel, az összes nagy hódító, a lengyelek, a török birodalom, a svédek, a német lovagrend, a franciák, a németek két világháborúba, mindig nyugatról érkezett. Tehát az orosz történelmi emlékezet, hogy minden nép a saját történelmi emlékezetéből határozza meg nagy részt az ellenségeket. Nyilván ez a történelem folyamán változik, de az nem, hogy az oroszok a fenyegetést mindig nyugatról várják. Erre nyilván a putyini vezetés rá is játszik. Tehát Oroszország nyugat felé mindig egy védelmi pufferben gondolkodik, az ő nézőpontjuk szerint Ukrajna az övék. Az ő nézőpontjuk szerint... Az orosz történelemben azért a legnagyobb törés talán mégiscsak a tatár hódítás. Így van, de az régen volt. És kelet felől Oroszországnak egész jó határai vannak. Magas hegységek, óriási folyók, nyugat felül az Volga jelen némi védelmet, de akkor már mélyenben van a hódító Oroszországban, de igazából az Urál, már pedig Oroszország népességének, gazdaság erejének zöme az az Uráltól nyugatra van. Tehát geopolitikailag törte meg, rengeteg érv támasztja alá az orosz évrendszert. Ez nem azt jelenti, hogy az oroszoknak ettől független igazuk van, de az a logika, ami alapján ők felvezetik, hogy nekik miért kell Ukrajna, az orosz szempontból valós. Igen, viszont ha ezt a logikát követjük, nyilván ez ukrán nézőpontból elfogadhatatlan, tehát amit elmondott, hogy mi lehet a célja Putyinnak, ez azt gondolom, hogy bármennyire is nyilván fásultak az ukránok. Az ukránok ebben nem fognak belemenni. Ez még tárgyalási alapnak sem jó. Na most
Akkor igazából ez az utolsó kérdésem, hogy ha jól értem, nyilván nem azt kérem, hogy jósoljam, hogy mikor lesz vége ennek a háborúnak, mert azt gondolom, hogy ezt ma senki nem tudja a világon. De azt meg lehet mondani, hogy mi kell ahhoz, hogy egyáltalán ez a kérdés felvetődjön, hogy legalább a fegyverszünet tárgyalás lehetősége felvetődjön, mert jelen pillanatban nem nagyon utal erre semmi. Igen, ez a legborzasztóbb dolog. Kettő dolog valószínűleg egy tűzszünethez vezethetne. Egyik se valószínű, egy rezsimváltás Oroszországban nem valószínű, ha csak Putyinnal nem történik, van 72 éves, tehát azért már nem mai gyerek. Bár egyébként korához képest hihetetlen fit, rettenetesen komoly edzésprogramokat folytat, tehát hogy nagyon vigyáz magára. Több dublőre van, tehát ha véletlen merényletet követnek el, nem biztos, hogy a valódi Putyint sikerül megölni. Másik egy politikai rezsimváltás Ukrajnában, ez sem lóg a levegőben. Zelenszkijnek még mindig közel 60%-os a támogatottsága, a legtöbb európai politikus messze nem rendelkezik ilyen népszerűséggel. Nagyobb valószínűség van egyébként, mert különösen ukrán nacionalista oldalról már egyre gyakrabban jelennek meg azok, hogy fejezzük be, mert ez nemzethalál. Inkább mondjunk le területekről, tartsuk meg a népességünket, amit tudunk, vonzunk be valamit vissza, mert el fogunk fogyni. Tehát Ukrajnában a legalacsonyabb a gyerek születések aránya 1000 főre, mert hát hova szüljenek az emberek? Ugye rengeteg fiatal férfi és még több nő menekült el, akik évekig ott nyugaton és Ukrajnától nézve, a Lengyelország is borzasztóan nyugat, elkezdenek egy új életet, teremtenek egy egzisztenciát, azok nem biztos, hogy visszamennek a romokba. De ez sem túl valószínű, sajnos a legvalószínűbb forgatókönyv az, hogy ez a borzasztó, felőrlő, felmorzsoló háború egy darabig még velünk marad. Független attól, hogy ki nyeri az amerikai elnök választást, ugye ez november 4-én megvan, az eredmény valószínűleg lehet, hogy csak decemberre lesz meg, mert annyira nagyon szoros. Az új elnök viszont az majd januárban veszi át a hatalmat. Tehát januárig nem valószínű, hogy változik bármi is. És utána is nagy kérdés, milyen irányba. Tehát azért egy idő, amíg feláll egy új vezetés. Nyilván a demokraták egyszerűbben tovább viszik a boltot, mert ott nagyrészt nyilván Harris egy csomó mindenkit váltani fog. Nagyon fontos minden politikai rendszerben a lojalitás, tehát akik Biden jó emberei, azok nem biztos, hogy Harrisnek is jó emberei. Trumpnál valószínűleg egy nagy takarítás lesz teljesen természetes módon. De én nem látom, tehát a reális forgatókönyv az, hogy még egy darabig megy ez a felmorzsoló háború, az oroszok is kivárják szerintem azt, hogy ki lesz az elnök, és ő mit fog tenni. Azt látni kell, hogy bár hivatalosan a két fél nem tárgyal egymással, de azt tudjuk, hogy például a CIA főigazgatója a Föderációs Biztonsági Szolgálattal folyamatosan egyeztet, tehát titkosszolgálati szinten, katonai szinten van egy folyamatos amerikai orosz egyeztetés, és ez bizony az ukránok feje felett történik, tehát van egy hivatalosan nem létező, de rengeteg bizonyítások alapján zajló egyeztetés a felek között. Akkor, ha megtörtént a választás, és az új elnököt beiktatják, valószínűleg akkor kezdődnek meg a tapogatózások, hogy lehetne itt ezt a dolgot lezárni, ami lassan már mindenkinek érdeke, Európának talán a leginkább. Annál is inkább, mert az európai társadalmakra is ez egy komoly pszichés nyomást rak, és jelen forgatókönyv szerint az a legvalószínűbb, hogy Ukrajnának az elveszített területeiről le kell mondania a tűzszünetét cserébe, mert hogy béke nem lesz. Ugyanis ha csak tűzszünet van, tehát létrejön egy de facto határ, ami nem jogi határ. Igen, ez azt nem jelenti, ismeri el azt, hogy az Oroszországé csak... Az azt jelenti, hogy Ukrajna nem ura a saját területének, és ez önmagába ki tudja zárni azt, hogy Ukrajna NATO és EU tag legyen. Márpedig Oroszországnak ez a fő célja. És egyébként utolsó utáni kérdés, hogy a NATO tagságon kívül azt gondolom, ez a háború részben választott erre a kérdés, az a kérdés az önvéleményére is. Létezik olyan biztonsági garancia, amit Oroszországtól el lehet fogadni, hogy akkor nem fog ilyen hasonló akciót végrehajtani valaki ellen? Nem. Igazából az látszik, hogy
Például az ukránok még bízzanak abban, hogy most megkötnek egy megállapodást Putyinnal, és azt véletlenül betartja eddig. Vagy hatot kötöttek, nem feltétlenül Putyinnal, ugye itt 90-ben Budapesten több mint 1000 atomtöltetet adtak át. Azért az ígéretét cserébe, hogy Oroszország, amik ugye a ukrán területen maradtak a Szovjetunió szétesésekor, hogy Oroszország elismeri Ukrajna határait, hát ezt majdnem 20 évig betartotta. Oroszország az náluk nagy idő. Tehát az látszik, és ez a legegyértelműbb erre a finn reakció, meg a svéd reakció volt. Ugye Finnország 70, majdnem, sőt, majdnem 80 év semlegességet adott fel, amikor bejelentette csatlakozási szándékát, de ez apró pénz. Mert a svédek utoljára Napóleonnal háborúztak, meg egy picit Norvégiával 1812-13-14-ben. Tehát a svédek 210 év semlegességet adtak fel. Mert rájöttek arra, hogy az oroszokkal szemben a NATO nyújt egyedül védelmet katonailag. Bekerül egy nagyon erős csapatba. Ott meg ott a kérdés, hogy vajon tényleg az Egyesült Államok, vagy a nyugat-európaiak bevállalnak egy háborút a Baltikumért például. Ha nem, akkor szétesik a NATO. Tehát ha nem védjük meg a baltiakat, akkor senkit nem fogunk megvédeni. De hát Putyin lehet, hogy rápróbál, hogy mennyire blöff ez a nyugati álláspont. Ne tudjuk meg, mi lesz akkor, hogyha Oroszország ezt megpróbálja. Jelenleg nem fenyeget a veszély, mert Oroszországnak valahogy regenerálódni kell ebből a háborúból. Ez neki is nagyon sokba került, már eddig is. Köszönöm, Ferenc, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Kérem. Azt hiszem, hogy ez egy igen tartalmas beszélgetés volt, még hogyha ugye a jövőre nézve nem is túl fényes kilátásokat mutat. Hát, de azt gondolom, hogy jelen pillanatban ez a realitás. Nézőinknek pedig nagyon szépen köszönöm a figyelmet, a Kompország a jövő héten új adással jelentkezik. A viszontlátásra. Viszontlátásra.